úr, Lázadok úr, kedves sportbarátok, barátok! A kecer szond is lett, az örökké, az is marad. Kereiben piros-fehér vér folyik, testét szondi szív élteti. Tavalyi évben egy bensőséges ünnepen emlékeztünk meg Egyesületünk 50. évfordulójáról. A mai napon Egyesületünk emblematikus emberét, Rász Lajost köszöntjük. Ahogy hallgattam elnök urat, és ezt a veretes és sok bölcsességet tartalmazó leíratot, arra gondoltam, hogy mit tudok én még ehhez hozzátenni. Azt gondoltam, hogy talán ott kezdeném, hogy Székesfehérváron sokszor, talán nem is annyira sokszor merül fel az a kérdés, hogy a város, a mindenkori önkormányzat, az miért költ annyit sportra, amennyit költ? Miért költ annyit sportra, amit nagy valószínűség egyik más magyar város sem költi el? És sok okát tudnánk erre mondani, azt gondolom, hogy képviselőtársaimmal, akik itt vannak most ebben a teremben. De én kettőt szeretnék most kiemelni, mert szerintem ez a helyzetünk és alkalomhoz mindenképpen így. Az egyik, hogy azért, mert a sport adja a közösségi erőt ebben a városban, és adja azokat a közösségeket, amiből a nagy egész, magyarul a város egésze is erősebb közösség tud válni. A közösség például a szondi, ami egy olyan alapvetése most már nem csak a sport életének Székesfehérvárnak, talán mondhatom, hogy jóval többnek is, ami kell ahhoz, hogy ebben a városban ne csak százezren itt éldegéljünk egymás mellett, hanem legyen valami kötőerő, ami ide köt bennünket, nyilván a hosszú, több mint 1000 éves városi történelem tiszteletén túl.